Tisztelettel szeretettel köszöntjük Önöket az irányvonal mai adásában. A mai kérdés, amire igyekszem választ adni, az ismét Mózes könyvéből, csak most az elsőből származik, az özönvíz vagy vízözön történetéből. A hatodik rész hatodik fejezetéből vagy a hatodik fejezet hatodik versében van egy izgalmas megnyilatkozás, de én ezt a gondolati egységet egybe szeretném elolvasni az 5-től a 8. versig, hogy értsük a gondolatmenetet. Tehát Mózes első könyve 6. rész 5. versétől ezt olvassuk. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a Földön, és megszomorodott szívében azért azt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat, az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Előzetesen talán szeretnék én bevezető gondolatként annyit ezzel a szakasszal kapcsolatban megemlíteni. Egyébként a kérdés ez a megbánom, hogy teremtettem, erre vonatkozik, hogy ezt most, hogy mit kezdjünk ezzel. Szóval, vagy a, a szent író, aki az őstörténetet, ez a, a Mózes első könyvének az első 10-11 fejezetét írja, az a, annak az írásaiból az Izrael által megtapasztalt ö, üdvrend, vagy az Istennel szerzett tapasztalatok ö, tükröződnek. Konkrétan, itt ugye a, a, az a gondolat jelenik meg, hogy Isten felelősség teljes létre teremtette az embert, tehát az élet az nem csak úgy van, hogy te te tehetünk bármit, mert teljesen mindegy, mert azt csinálunk, amit akarunk, meg senki ne szóljon ebbe bele, hanem minden tettünknek, szavainknak következménye van, és a következményeket viselnünk kell. Vagy egy másik perspektívából számot kell adni tetteinkről, szavainkról. Ugye itt a gonoszság, amiről itt szó van, az magába hordozta, és ez egyébként az egész Biblián keresztül vonul, tehát a minden elkövetett rossz, vagy bűn, vagy gonoszság az magában hordja szükségszerűen a következmény, következményeket, és ez elkerülhetetlen. Ezt az ószövetségi szakaszok legtöbbször Isten büntetéseként szokták nevezni, de ez nem a szó szerint értelemben kell ezt gondolnunk, hanem ez kicsit olyan, mint a, a feldobott kő, ami mindig kivétel nélkül le fog esni, és ebben az esetben mondjuk így, hogy amit földobunk követ, elkövetjük a rosszat, az visszahullik a fejünkre, és ránk fog hullani. Persze nem mindig ránk van csak ennek következménye. Ugyanakkor az is egy nagyon fontos alapelv, hogy az emberiség lényegében csak azért él, mert Isten kegyelmes. Tehát az, egésznek a há az egész emberi létnek a hátterében ez a kegyelmes és irgalmas Isten áll. És akkor ennek az alapelvnek rendelődik alá az egész özönvíz történet, vagyis nem a történetnek önmagában van jelentése, hanem ennek a tévedhetetlen hitigasságnak, ami a történet mögött kirajzolódik, és amit mindjárt gyorsan el fogok mondani. Szóval azért tartom nagyon fontosnak így előzetesen megemlíteni, mert a történet hitelessége nem azon áll, hogy most tudományosan tudjuk-e bizonyítani, hogy volt ilyen, meg hogy a, 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 bárkával mi volt, meg hogy az Ararát hegye, meg megtalálták, nem találták, ennek ez teljesen irreleváns, tehát nem ettől lesz hiteles vagy nem hiteles, hanem attól, hogy mit tanít Istenről. Mi az a téved, téved, és hangsúlyozom, tévedhetetlen hitigasság, ami az egész történet mögött meghúzódik, és tanításként a Szentírásban van. Gyakorlatilag, ugye újra, hogy mondtam, ez az Isten kegyelméből, irgalmába való élés mellett, azt az Isteni szándékot próbálja meg, megnevezni, vagy leírni, hogy legyen bármekkora az emberi gonoszság, legyen bármekkora az Isten elleni lázadás, vagy az Isten nélküliség, Isten telenség a világban, az Isteni szándékot, az Isteni terveket, az Isteni akaratot semmilyen emberi szándék nem képes keresztül húzni. Na most az emberiség jellemzése, amit itt az előbb fel is olvastam, ez nagyon érdekes. Ugye a szöveg nem azt mondja, hogy az ember egy-két rossz dolgot, vagy valami brutálisan, vagy botrányosan nagy dolgot tett, és akkor ezért az Isten mondjuk megharagudott, hanem arról van szó, hogy a, a hanem elviselhetetlenné vált az emberi lét, a cselekedeteknek, a szándékoknak a gyökere, egészen a, a, tervezés, a szándékok mélyén rejlik a probléma. Mindez egyébként a bűnesettel kezdődik, tehát nem, ez itt nem egy ilyen egyedülálló jelenség, hanem inkább úgy mutatja be az egész, hogyha a Mózes első könyve első-második fejezetétől kezdődően olvasuk végig, hogy mint egy ilyen lavina-szerűen mutatja be, hogy ott elindult egy kis hógolyó, és akkor mostanra ez már egy ilyen mindent elpusztító és tönkretevő lavina. Javulás nem várható, változás nem várható, és ez a folyamatos, az emberiségnek a folyamatos szembefordulása a teremtőjével a szükség szeren isteni beavatkozást tesz szükségesé vagy, vagy kötelezővé. Azt is látjuk, hogy Isten nem akarja az eredetileg az üdvösségre teremtett és elhívott emberiséget elpusztítani, sőt, és akkor erre is igaz egyébként, hogy az, az üdvösség tervét sem képes semmilyen emberi cselekvés keresztül húzni vagy, vagy ellehetetleníteni. Ugyanakkor a, a, a szerző tökéletesen, tehát úgy mondanám, hogy emberi módon, de bemutatja Istennek ezt a vívódását, vagy ha úgy tetszik, a szomorúságának, ugye, hogy leírja a részleteit, és azt a, ugyanakkor azt a kegyelmi döntést is, hogy az ítéletből végül menekülés is lesz. Ugye Noé kegyelmet talált az úr szemében, vagy az úr előtt mondja ezt a szöveg. Azért az tegyem hozzá, hogy később azért hozzáteszi, hogy Noé igaz ember volt, de ettől még nem az ő igaz volta volt a menekülésének az oka, mert ő igazként megmenekült, a többi meg gonoszként elpusztult, hanem a, a, a egyértelműen az Isten kegyelme áll a háttérben. Ezt ugye megerősíti a történet végén, még a nyolcadik fejezetben, amikor Noé áldozatot mutat be, és akkor ez ugye hála áldozatként a meg, megmenekülésű kapcsán, és akkor ugye erre az úrnak a válasza, ezt ott érdemes a nyolcadik fejezet végén elolvasni. Na most nő és családja történetéből az derül ki, hogy ők is csak azért esendő emberek, mert utána a bűn története folytatódik tovább. A családban ugyanúgy megjelennek a bűnnek ugyanazok az elemei. Ezt is érdemes elolvasni. Azaz, tényleg csak az Isten kegyelme volt, hogy ők is a, az özönvíztől megmenekültek, nem pedig az, hogy ő igazul élt. Itt is az a tanításnak a lényege, hogy pont ezzel bármennyit is védkezzen az ember, a, aki az Isten kegyelmében bízik, vagy rábízza magát, az bűnös léti relázs és családja, az is megmenekül, és akkor igazán ez az igaz életre való buzdítás is egyben, hogy ne a gonoszság áradatának engedjen utat az ember, hanem bármennyire is törékeny, bármennyire is gyarló, az akkor is erre az Isten igazságra törekedje. Na most az egész megváltási terv összefüggésébe helyezve, ami a, a kérdés is volt az, a, a, az eredeti szakaszsal kapcsolatban, akkor én azt látom, hogy egyrészt ebben benne van az is, hogy Isten mindannyiunkat az üdvösségre rendelt, mindannyiunkat az Isten kegyelme tart meg, kivétel nélkül csak kizárólag az Isten kegyelme az, amire hagyatkozhatunk. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy Isten senkit sem fog az akarata, el, az emberi akarata ellenére üdvözíteni. Aki nem akar az Istennel együtt lenni, aki nem akarja a jót, aki nem akar a szeretetben élni, azt az Isten nem fogja arra erőltetni, vagy erőszakolni, hogy a, a szeretettel, azaz az Istennel magával éljen együtt. Tehát ez úgy tudnám bemutatni, vagy röviden összefoglalni, hogy a Noé történetének ez az epizódja igazán, egyfajta demonstrációja az isteni igazságosságnak, azaz hűségnek és szeretetnek, illetve írgalomnak és kegyelemnek. Sok ilyen és hasonló titok rejtőzik ezekben a történetekben, érdemes is ezeket mélyebben átgondolni. Ehhez kívánok sok áldást minden kedves nézőnknek!